a megnyitó zenei illusztrációját a Tinódi Kamarakórus nyújtotta. Megállíthatatlan fantázia világú művészt, valamint alkotói tevékenységét elsőként Talabér Márta polgármester méltatta. Csodabogárnak tartották, aki imádta a körülötte lévő felvallás felhajtást. Élete folyamán 1500 képet festett, számtalan könyvet illusztrált, de készültek színpadi tervek, jelmezek és szobrok is a kezei között. Már diákévei alatt is kitűnt excentrikus személyiségével a többiek közül. Diáktársai között a későbbi spanyol művészélet olyan alakjai találhatóak, mint Federico García Lorca vagy Luis Buñuel, akikkel közös munkái is születtek. A San Fernando Szépművészeti Akadémiáról kirúgták, mert azt mondta, hogy egy tanár sincs abban a helyzetben, hogy őt le tudná vizsgáztatni. Képei más látni távolról és más közelről a részleteket vizsgálva. Mindig különös érdeklődéssel fordult a tárgyak felé. Hétköznapi ember számára teljesen jelentéktelen használati tárgyak ingerelték a fantáziáját, misztikussá, képissé varázsolta őket a maga számára. Mint szürrealista festő, törekedett arra, hogy a pszichés automatizmusnak ne álljon útjába semmi értelmi vagy esztétikai kontroll az alkotás pillanatában, mert belátta, hogy pszichés látomásai legtökéletesebb és legkifejezőbb ábrázolásához abszolút tudatosan kell alkotnia, és e megfontolásból ered pontos, valósághű technikája. Szakmai ismertetőt a most kiállításra kerülő kollekció tulajdonosa, Csikós Nagy Zsuzsa, New York-i műgyűjtő, képzőművész tartott. Az volt nagyszerű a Daliban, hogy annyira magabiztos volt, és annyira tudta, hogy ő annyira kilóg mindenkinél többet tudott gyerekkorától kezdve, hogy azon kívül, hogy őrültnek tartották, bolondnak tartották, de el kellett ismerniük, hogy valójában rajta kívül nincs még egy ilyen zseni, aki ilyen magabiztosan háromdimenziós, négydimenziós tereket tudott létrehozni a papíron másodpercek alatt, olyan eszméletlen tömegű alkotásokat tudott létrehozni, majdnem tulajdonképpen a Picasso szintjével egy azonos mennyiségű alkotást hagyott maga után. Csikós Nagy Zsuzsa dali életútjának ismertetésében kiemelte a művész meghatározó nő alakját, múzsáját, Gálát. A művészi képzettársítás mestere a vele való szerelem mítoszában élt. 30-ban ismerkedik meg Gálával, aki elvesz nagyon korán, utána megismerkedés után feleségül. Ő volt a múzsája, ő volt a szenzáció az életében, az egyedüli nő, aki Isten szintjét érte el a Dali életébe, és a kapcsolatokra az volt jellemző, hogy Gála volt nem csak a múzsa, de a menedzsere is. Amikor későbbiekben, a 40-es években kikerültek Amerikába, akkor ő tárgyalt a Modern Múzeummal, ő hozta létre az első könyvét, 41-42-be, tehát Gála egy fantasztikus pluszt jelentett Dali életében, aki részben meg is értette, hogy a Dali miből áll, és mégis milyen világot, milyen furcsa világot hoz létre
ez a furcsa világ, ami tulajdonképpen egy álomvilág volt, a tudat, vagy a tudat alatti világ, az embernek a belső világa, amit gyakorlatilag nem is tudunk, vagy a legtöbb köznapi embernek talán nincs is ideje ezzel foglalkozni. Ez foglalkoztatta a szellemiség, a vallás, honnan jövünk, honnan, hova megyünk. Egy nagyon-nagyon izgalmas életpályát ért be, és ehhez Gála neki egy fantasztikus kapcsolat volt, és egy fantasztikus partner. A Túrivár most a spanyol-katalán művész két illusztrációs sorozatának ad otthont. A kiállított alkotások közel felét az Alice Csodaországban sajátos technikával készült fametszet sorozata adja, melyet 1945 körül hozott létre Dali. Ezen kívül helyet kaptak a Dante isteni színjátékát illusztráló litográfiák is, melyek egy 120 darabból álló akvarell sorozat részeként születtek. Salvador Dali a modern művészet sajátos személyisége volt, a szürrealista alkotásmód magas esztétikai szintre emelésével egyszerre nyitott és tetőzött be egy korszakot. Mit érdemes tudni Dali életútjáról és munkásságáról? Tulajdonképpen mindent kéne tudni, tehát azoknak, akik szeretik a szürrealizmust, azt ajánlom, hogy jussanak hozzá egy Dali, legalább egy Dali könyvhöz, ahol láthatják ezt a szenzációs 3-4 dimenziós fantáziavilágot, amit tulajdonképpen ő létrehozott. Az a nagyszerűsége a Dalinak, hogy soha semmi nem ismétlődik meg. Egy álomkép a tudatot állandóan kutatja, a szellemiség érdekli. Azok a dolgok érdekelték Dalit, amit nagyon nehéz megmagyarázni, megfogni, és valahogy megvolt arra neki a tehetsége és a zsenialitása, hogy ezeket ábrázolja. Tehát egy olyan világba visz minket be, ami világot rajta kívül tényleg senki nem tudott létrehozni. Most itt a Túrivárban főként irodalmi alkotások, illusztrációi, litográfiák és részkarcok kerültek kiállításra. Ezek a művek Dali mely korszakából valók? Az 50-es évekből azt mondanám, tulajdonképpen amikor kikerült Amerikába 40-41-42, akkor kezdett foglalkozni sokszorosított művekkel is, nem csak olajfestményekkel, illetve akkor nagyobb mennyiségben készített, és Alice a Csodaországban, ami egy amerikai író, Lewis Carrollnak a meséje alapján készült, ez a munkája 47-ben készült, 54-ben készült az Isteni színjáték sorozat, ami 120 darabból áll, a pokol, a purgatórium és a mennyországot dolgozta fel, ez a másik oldalon található, és az egyedi litográfiák és részkarcok közül a legfontosabb a Don Quixote, amit 1974-ben készített, ma a világ örökségének tartják, mert ebből 28 darab rajz készült, és utána azokból természetesen litográfiák. Festészetem zsenialitásomnak csak szilánkja vallja magáról. Dali tehát nem csak a festészet területén alkotott, hanem ahogy most itt is látjuk, számos könyvet illusztrált, színházi jelmezterveket készített, tucatnyi szobor őrzi kezenyomát, és a film és rajz filmkészítésbe is betekintést nyert. Mitől más, Dali? Mi lehet a titka a zsenialitásának? Azt hiszem, hogy ő így született, egészen fiatal gyerekkorában olyan felnőttes és kidolgozott és koncepcióval megáldott zseni volt, aki olyan dolgokat tudott alkotni, amit egy felnőtt sem tud. Tehát valószínűleg annak tekinthető, hogy zsenivőnek született. Saját megosztó személyiségéről és munkásságáról ezt tartja Dali. Mindig adódik egy pillanat az emberek életében, amikor rájönnek, hogy imádnak engem. Reméljük, így lesz ezzel a palotai közönség is.